2017. decemberében döntött Bátaszék vezetése egy egészségprevenciós program indításáról. Az önkormányzat évek óta támogatja és ingyenesen elérhetővé tette a HPV és a rotavírus elleni védőoltásokat a lakosság számára. Az egészségprevenciós program keretében már a bárányhimlő elleni vakcina is ingyenesen vagy kedvezményesen igényelhető. 2018-ban kezdte gyakorlatilag a szakma kezdeményezésére a város, hogy a bárányhimlő, illetve a rotavírus elleni védőoltást önkormányzati támogatásból igénybe tudják venni a szülők. A tavalyi esztendő végén kísértékeltük, és nagyon sikeresnek ítéltük meg a 18 év programot. A szülők éltek ezzel a lehetőséggel, ha nem is mindenki, de a nagy többség igen, hiszen ennek a programnak a segítségével egy védőoltást mindenképpen áll az önkormányzat, és amennyiben a család szociális helyzet ezt indokoltá teszi, adott esetben mind a kettő védőoltást gyakorlatilag önkormányzati forrásból lehet finanszírozni, és így gyakorlatilag a gyermekeket meg lehet védeni, mind a bárányhimlő, mind a rota vírus okozta adott esetben szövődményektől. Aktualitása sajnos abból a szempontból van egy szomorú aktualitás, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet erre a programra, hogy a megyén belül történt bárányhimlő szövődményre visszavezethető szomorú esemény. Ezért ismételten felhívjuk a bátaszékiek figyelmét, hogy 2019-ben is folytatódik ez a program. A 2016-os születésű gyermekek esetében bárányhimlő oltás igénybevételére van változatlan feltételek mellett lehetőség, illetve a 2019-ben született gyermekek rotavírus elleni oltásban is részesülhetnek, ugyanúgy, ahogy eddig. Egy oltás mindenképpen az önkormányzat finanszíroz e tekintetben, és szociális rászorultságtól függően adott esetben mind a két oltásnak a költségét álljuk. A város az ezévi költségvetésben 1 millió forintos keretösszeget biztosít majd ennek a programnak a végrehajtására. Erősen tartja magát az a téves vélekedés a bárányhimlővel kapcsolatban, hogy nem szükséges az oltás, majd a gyerek elkapja, és ezzel kialakul a védettség is. Az elmúlt években, évtizedekben azonban a betegség és az okozta szövődmények egyre agresszívabb formát öltenek. Először is nem egy gyenge gyerekbetegség, amin át kell esni, és ami nem okoz problémát. Ez lehet, hogy így volt 20-30 évvel ezelőtt, most sajnos már nem, és egyre több olyan szövődményt ismerünk, és sajnos tapasztalunk, és tragikus kimenettel, ami a bárányhimlő alapján alakult ki. Magyarul a bárányhimlő is halálos betegség lehet. Tévhit az is, amit sokszor lehet hallani, hogy a két oltás meg, tehát két oltásból áll az oltási sor, ezt tudni kell, a két oltás között minimum 6 hétnek kell eltelnie, és úgy célszerű beadni, az a legoptimálisabb időszak, mielőtt közösségbe kerül. Tehát ha például szeptember 1-én kezdi a gyerek a bölcsödét, óvodát inkább, mert ugye ez már kora gyerekkorban lezajlik, akkor ha szeptember 1-én elkezdi a közösségbejárást, augusztus közepén be kell fejezni az oltási sort, tehát célszerű június végén, július elején kezdeni, és ez persze vonatkozik a más időpontba kezdődő közösségkezdésre, hiszen a két oltás után két hét múlva már védett a gyermek. Felnőttnek is be lehet adni, aki még eddig nem esett át a betegségen, minél idősebb egy gyermek vagy felnőtt, annál súlyosabb lehet a lefolyása, és annál rosszabbul tűrik. Két évvel ezelőtt volt utoljára itt Bátaszéken bárányhimlő, mondjuk így járvány, bár a járványos mértéket nem ért el a dolog, de volt 17 éves betegünk, nagyon nehezen viselte. Évente csak Magyarországon 30-40 halálos áldozatot követel a bárányhimlő, illetve a betegség okozta szövődmények. Gondoljunk bele, ez egy osztályi, sőt két osztályi gyermek, aki nem lesz felnőtt. Tehát nagyon nem áll most már az a hit, hogy nem kell vele foglalkozni, nem kell a védőoltást beadni, de minden olyan esetben, olyan betegség esetén be kell adni a védőoltást, aminek lehet halálos szövődménye, és a bárányhimlőnek is lehet halálos szövődménye, mint ahogy nem régen volt is itt a megyében. Fontos tudni, hogy mielőtt a tünetek egyáltalán megjelennének, 3 héttel előtte már fertőző a betegség. Magyarán a lappangási idő 3 hét. Régi tévhit, hogy a bárányhimlős beteget melegben kell tartani. A beteg gyermeket lengeruhába kell öltöztetni, hogy a test szellőzni tudjon. Lehet nátha, lehet köhögés, lehet egy, bár az inkább a megelőző időszakban jellemző, lehet akár egy hétig láz, egy hétig jöhetnek a kiütések, újabb egy hét, amíg leszárad, tehát gyakorlatilag 2 hétig nem mehet a gyerek közösségbe, anya, apa nem mehet dolgozni, attól függően, hogy ki marad vele otthon,
És ha igazán azt akarjuk, hogy egy bárányimlő lezajlása után a gyerek egészségesen menjen a közösségbe, 6 hetet otthon kéne tartani. A bárányimlő annyira terheli meg a szervezetet, mint egy altatásos műtét, aminek ugye 6 hét, amíg az immunrendszer magához tér. Bátaszéken a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több emberhez jut el a megfelelő információ a megbetegedésekkel és azok veszélyeivel kapcsolatban, így a védőoltást igénylők száma is növekszik. Azt lehet mondani, hogy durván 50%-a a szülőknek él ezzel a lehetőséggel. Bárányimlőben volt egyfajta átoltottság, meg ugye elért egy bizonyos védekezést is egy kort is a gyermek, tehát amikor már kicsit immunisabbá válik a betegséggel szemben, de ettől függetlenül ott is 50%-os volt a szülői érdeklődés, rotavírusnál is nagyjából ezt lehet mondani. Hát reméljük, hogy ebben az esztendőben egy kicsit aktívabbak lesznek a szülők, és hát igénybe veszik ezt a lehetőséget. A Nemzeti Immunizációs Programban várhatóan ősztől emelik be a kötelező védőoltások sorába a bárányhimlő elleni védekezést, ez pedig azt is jelenti, hogy a most még oltásonként 11.000 forintos vakcina, melyet 2 alkalommal kell beadatni a kellő immunitás eléréséhez, országosan is ingyenes lesz.